Petszon és Findus. Petszon ígérete, második rész. Készült Sven Nordqvist könyve alapján. Zene Wolfgang Sinn. Rendezte Jürgen Lerdam és Anders Sørensen. Karácsony közeleg. Findusnak van egy nagy gondja. Honnan tudja a Mikulás, hogy mit hozzon ajándékba, és hogy ki minek örülne? Tényleg? Ezt Petszon sem értette. Így aztán együtt nekiültek, hogy összeírjanak egy kívánságlistát a Mikulásnak. És építettek egy világító hólámpást, amelybe belerakták a levelet. És holnapra, ha a hólámpás összedől és a kívánságlista eltűnik, abból már tudni fogjuk, hogy itt járt a Mikulás. A virslik nyelve. A világító hólámpás összedőlt, és eltűnt a levelem, úgyhogy jön a Mikulás! Jön a Mikulás, az ki? A világító hólámpás összedőlt! Eltűnt a kívánságlista! Ez tisztóság, Rakló! Nyugalom, nyugalom, csillapodjatok! Azt mondtam, nyugalom! A Mikulás nagyon kedves ember. Karácsony szent estéjén eljön Findushoz, hogy megajándékozza, ennyi az egész. Úgyhogy nyugtalanságra semmi ok. Karácsonyi ajándékot hoz? Ugye akkor mi is kapunk karácsonyi ajándékot? Hát persze, ne izguljatok. A Mikulás én hozzám jön, igaz? Mivel, hogy én hívtam meg. Értem, de mi nem szeretjük az idegeneket karácsonykor. Mi nem hívjuk meg. Mi csak ajándékot akarunk. Mikulás nem. Nem lehetsz ilyen ostoba. A Mikulás el fog jönni. Én jól ismerem. Mi van, ha a Mikulás mégse jön el? Most, hogy a tyúkok nem hívják meg. Hát, teljesen nem lehetünk biztosak benne, hogy a Mikulás eljön hozzánk. Na de... A hólámpás összedőlt, és eltűnt a levelem. És te azt mondtad, hogy... Hát, amikor én kicsi voltam, akkor mindig így ment ez a dolog. De most már felnőttem. Most már nem is tudom, hogy van ez. Várnom kell, és meglátjuk. Ki tudja, mi lesz? Épp ez benne az izgalmas. Aj, Isten, Petszon! Látom, nem érted a tréfát. Gustafsson. Ezek biztos a Mikulás lábnyomai. Vigye ezt a havat, már nem látom tőle a lábnyomokat. Nincsenek errefelé se félelmetes trollok, se pedig a Mikulás. Csak a postás! A postás nem félelmetes. Ha!
Jó, hogy nem félsz a postásoktól, mert van itt egy, aki ráadásul segítségre szorul. Segítség! Te tényleg postás vagy? Te meg tényleg egy cirmos cicus vagy, akit Miaúnak vagy Cirminek hívnak? Nem. Azaz, igen, cirmos cica vagyok, de a nevem Findus. Igen is, meg nem is. Így se, meg úgy se. Föl és le. Most üsszentek. Várj. A postásnak vigyáznia kell, hogy ne csúszom vissza, amikor tüsszent. Ezt még gyakorolni kell. De hogy álszakállad van? Máskülönben fáznék. Te ezt nem értetteket, bundád van. Na de mit keres egy postás itt kint az erdőben? Hát, sok eperfa nő az erdőben, igaz? Igen. És áfonya? Igen. És postásfa? Igen. Nem. Jól van, jól feleltél. Postásfa nincs. És olyan sincs, hogy egy postás így keringjen körbe. Nem értem, miért ne lenne. Nekünk postásoknak megvannak a magunk szabályai, csak eltérünk tőlük. Ezt gyakoroljuk egész életünkben. Az első szabály, hogy ne szoruljunk be egy odvas fába. De ezt a szabályt most nem vettem figyelembe. Erről jut eszembe, tudsz virsliül? Ez a legfinomabb nyelv a világon. Virsli! 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 És most mit kér egy kis cirmos cica tőlem köszönetem jeléül? Szeretnél egy meglepetést mondjuk a Mikulástól, aki meglátogat karácsony estéjén? Ez az én kívánságlistám. A kívánságlistád, ez egy levelező lap. Kedves Mikulás, most már felnőtt vagyok, úgyhogy már nem hiszek benned. Pacon? Pacon? Ugyan miféle név ez? Na, Pacon az furcsán hangzik. Az én gazdámat Petszonnak hívjuk. Rosszul olvastam. Nézzük. Kellemes karácsonyi virslit és boldog új postást. Én magam írtam, tessék. Neked adom. Egyébként meglepetést akartál és a Mikulás látogatását, igaz? Ezek szerint maradt egy harmadik kívánságod. De azt megtartom végszükség esetére. Van itt nálam egy katalógus az összes lehetséges kívánsággal. Biztos vagyok benne, hogy találsz magadnak valami cicának valót. Nem, most nem tudok ilyesmire gondolni. Megtartom magamnak. Azt hiszem mindent megkapok, ami kell. És ha nem, akkor Petszon gazdámnak gondja lesz rá. Ő mindig kisegít. És ő sohasem csap be. Itt van egy elsőbségi küldemény Petszonnak. Igen, azt jelenti mindenek előtt, úgyhogy már is tovább is neki. Siess, hamar! Ahogy mi postások mondjuk, első mindig a gyorsaság, úgyhogy megyek is. A postás dolga, hogy mindig gyors legyen, kiváltképp karácsonytáján. Ég veled, Findus, most elhajítok egy nagy hógolyót! Különös egy postás. Szia, Findus! Írtál már a Mikulásnak? A macskák nem tudnak írni. Petszon biztos segített neki. Na, ugye? A Mikulás biztos eljön majd a ti házatokhoz is. Ez a Mikulás csak olyan kitalál dolog. Valami nagy szakállas alak. Hogy nem tudom. Híressé akarja tenni önmagát. Ennyi az egész Mikulási. Egyáltalán nem. De igen, erről van szó. Csak be akarsz csapni minket. Nem én. Az a Mikulás. Ő akar becsapni titeket, bizonyám. Ami pedig a fahasámokat illeti, nem játszhattok velük többé. Petszon, eközben... Mindenről semmit se tud.
Petson nincs itt. Petson! Tessék, mi van? Követtem a Mikulás lábnyomait, és elestem a siléccemmel, és meghallottam, hogy a postás segítségért kiállt. Megmentettem őt, aztán ő eltűnt, és leereszkedtem a hegyről, és ott Gustafsson azt mondta, hogy a Mikulás csak kitalálás! Mit akarsz kérdezni, Findus? Petson, a Mikulás, most akkor ő csak kitalálás, vagy mi? Ugye eljön hozzánk karácsony este, mert hogy mi elhívtuk, nem? Természetesen reméljük, hogy eljön. Biztos, hogy szép ajándékokat kapsz, azt megígérhettem. Az egyetlen ajándék, amire vágyom, hogy a Mikulás eljöjjön és megismerjem. Ha nem jön el, akkor nem is akarom megünnepelni a karácsonyt soha többé. Ne légy szomorú, Findus. Biztos vagyok benne, hogy a Mikulás eljön. Tényleg? Megígéred? Meg kell ígérned, különben nem tudok aludni egész karácsonyig. Igen, megígérem, hogy eljön. Az igazi Mikulás? Olyan igazi, amilyen csak lehet. Te vagy a legjobb gazdi az egész világon! Na végre, hogy megnyugodtál. Hazudni egy macskának, betarthatatlan ígéreteket tenni. Mibe keveredtél, Petson? Egyébként, Petson, tudod, mi a legfinomabb nyelv a földkerekségen? Hogy mi a legfinomabb nyelv? Talán a mandarinoké. Nem tudsz te semmit. Hát a vésliké természetesen. Vésli, vésli, vésli! Atyaik! Kutya legyek, ha ebből értek valamit is. Közreműködött Mojsej Milas Tünde és Széjes Imre. Szerkesztő Németh Beatrix, magyar szöveg Székely Anna, hangmérnök Bérci Endre, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.